Isti! Na szevasztok srácok, itt van egy újabb kincskeresés GTA 5 videóban Pesikkel, avagy Tobival. Szevasz Tobikám! Szia, Samu, szia! Hello. Szia, hogy vagy? Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen. Pecsiknél már láthatjátok az előző kincskeresést, amit én adtam fel neki feladatként. Megnéztétek, hogy sikerült neki. Pecsik, miféle szerveren vagyunk mi? Azt magyarázd el nekünk, légy szíves. Már csak kiugrottam a munkából. Jó. Ezt muszáj volt itt is elsütni. Ez egy új szerver lesz, egy free roam szerver, tehát ez egy nem RP szerver. A lényeg, hogy lehet majd sok minden őrülködést csinálni itt, még beta fázisban van, úgyhogy egyébként ez a neve, hogy Nerdwise, és 50%-ban az enyém is. Jézus, ennyit érdemes így egyelőre tudni. A lényeg, hogy nekünk a kincskereséshez nagyon sok lehetőségünk van így mókulni, hogy mit dugunk el, hogyan, stb. Yes! Úgyhogy ezért vagyunk ezen a szerveren. Ez free roam lesz, tehát srácok, majd, hogyha majd ez megnyit, nincsenek ilyen szigorú RP szerverek, tehát itt NRK, tehát olyan, úgy képzeljétek, mint a GTA online-ban mászkálnánk. Na, Pecsi! Hasonló, I'm ready to go! Mondjad, hogy mit kell tudnom. Na, hát akkor kedves Tobi, igen, vagyis Samu, igen, vagy István, vagy hát amit tetszik, indítanám ebben a pillanatban a 25 percet, ugyanis hát feladtam neked egy kis rejtfényt, és hát az a helyzet, hogy kaptam egy levelet, amit most akkor itt át is nyújtanék számodra. Oké. Okay. Parancsolj. Figyelem és a dolgokat. Én nem olvastam el, úgyhogy nyugodtan olvast fel. Hűha, hello, itt Tibor. Samu. Tibor. Jaj. Tibor. Mi az? Jaj. Igen, hello, itt Tibor. Samu, lenne egy kérésem. Pöcs Tobi eldugta, mindegy, neked kéne megkeresned. Ez nagyon jó. A 19-es benzinkúton hagytam a kecskéket, menjetek azzal, de vigyázzatok rá. Jó, az valami motor lesz, vagy bicikli. Ha esetleg nem találnád, akkor a tesód valahol ott eldugta. Mostanában amúgy is rám jár a rúd, ígérem, meghálom majd egyszer talán millió puszi Tibor. Oké, okay, jól van Tibor. Ki ez a Tibor? Ne akar tudni, mindegy. Aha, 19-es, ugye az volt a szövegben. Ugye, vagy 19-es, shut the fuck up, man. Na, it's time to run, boy! De hova megyünk? 19-es benzinkútra. Nem, szépen futsz, nem kell figyelni itt forgalomra, nem jön senki. Szóval srácok, a kecske, most amire én gondolnék, az bicikli, vagy kerék, vagy motorkerékpár, valamelyik. Én nem is tudom, annó, amikor Nagyinál nyaralgattam vidéken, akkor mondta valaki, hogy de jó kecskéd van, és mondtam, hogy mi a tököm van, öreg? És akkor mondta, hát a bicikli. Nem tudtad. Nem, ja. Hát egy városi gyerekként, hát honnan tudnám, hogy kecske. Már, Samu. Mondjad. Nem láttál te itt valahol valami járművet, amivel oda tudnánk menni? Nem is figyeltem, úgyhogy nem, szépen átfutunk oda, teljesen jó. Eldugtál valamit annyi, ide? Annyi, hogy így 23 percünk van, de mindegy igazából. Nem baj, odaig benéztem gyorsan, nem baj, jó az, ráérünk, okay. Ráérünk, belefér. Uh-huh. Nem, mert én nem akarom, azon, hogyha elkezdek keresgetni, akkor meg a futásból veszem el az időmet, és nem találom meg, akkor meg még nagyobb szívás, érted, mit mondom? Aha, értem, én értem. És megnéztem a térképen, egyből gondoltam, jó, go, nincs olyan messze. Úgyhogy ennyi. Uh-huh. Nézzük csak meg itt ezt a létrát. Abba belátom már a tetőt. Ott nincsen semmi. Aha. Nagy mágyből megtaláld. Na persze, csak szórakozol itt velem, itt nincs semmi. Oda mögé se dugtad? Aha. Áj, nincs semmi. Időben hogy állunk? 21-25. 21-25, aha, jó. Szia, Samu! Hello! Na most itt nincs semmi, az ég egy világon, de azért még gyorsan itt körben, ott azon sincs. Jó. Fentről nem látok rosszart se, úgyhogy megyek lefele. Nincs nálam egy étel, megéheztem. Nincs nálam egy étel. Nincs? Nincs. Meglepő módon nincs nálam most éppen. Istenem. Oké, a tetőn sincs semmi, ahogy... ott volt egy csapda, az nem az volt, jó? Ide csapda. Bemenni nem lehet. Itt Ipa, a szemétben. Tele van csapdákkal. Oppáré! Ez mi a bár... Tuk-tuk! Mi a tököm ez, he? Kecskék, hallod? Jó van. Na jó, oké. Kiállok vele. Oké.
Ó, basszik, ez nem olyan fordul, he? Hát, jó, oké. Okay. Szerintem komolyat megy. Komolyat megy, na. Sor az enyém, azt nem találtad meg. Mi, neked is van? Hát, a kecskéket. Hát oké, okay, azt is keresem, te keresem magadnak. Jó, azért elmegyek én. Megvan az, megvan az. Itt várlak a benzinkútnál. Ez komoly ez a gép. Azért a biztos, a bukósnak utána a biztonság kedvéért felvettem. Persze, hát ez azért fontos. Azt hittem legalább az enyémet is megkeresed. Hello? Nem, nem, na, várjál. Nem. Na. Azt hiszem, hogy érkezett egy újabb igen, dolog. Sejtem. Úgyhogy akkor hát ezt átadom. Átnyújtom okay. Itt a oké, okay, elmegyek érte, így. Jó. Parancsolj. Hasítanak a kicsikék, mi? Vicceltem, na, ötös barber shopnál ott a Verdán, menjetek azzal, csak igyekezz el, ott kapott Tobitól a térképet, vigyázz vele, elég raffinált, mármint a Tobi. Mármint Tobi, millió puszi, ötös barber shop. Arra, atyám, where the fuck is that? igen, ez az, az az, gyerünk, 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 sportmód, persze, persze. Jó. A TikTok! Időt vettelünk! Nyilván közben 3 hektoliter nyál jött ki a számból. Időben hol tartunk? Kérlek szépen, időben igen? 18.58-nál tartunk. Jó, az még teljesen jó, teljesen jó. Persze, hogy 6 perc ment el a kettő erre a dologra. Ugye, annyit tudok tenni az ügy érdekében, hogy most egyenesen megyünk, addig előkotrom itt a zsebemből a következőt, és már egyből tudom majd átnyújtani, hogyha odaérünk. Jól van, jól van. Azt igen. Megköszönöm. Igen. Hát ugye a térképet tulajdonképpen azt fogod megkapni. Így van. Na most a GPS az érdekes, mert hogy így szépen így tölti be folyton. Az nagyon jó. Mint a dolgokat. Amúgy tényleg jól mennek ezek a szarok. Az a helyzet. De enyém az lassabb valamivel, nem tudom, hogy miért. Érdekes, hála a jó Istennek. Majd ne spoilerezünk, hoppá! Na mi van? Ne spoilerezünk, de a te kis szarod az azért, amit én kaptam, az még szarabbul ment. Na mi van, hon vagy? Az jogos, igen. Hát jó, hát most mizé, mi lesz felgyorsul? Mindegy, hát a te időd megy. Tudom, tehát, tudom, de úgy kifarolt, úgy eldobtam. Hogy de, hogy kipiteltelek amúgy? Na, mint a szar, mint a szar. Nem vörtlő vagy te rendőr, Tobi. Hát figyelj, azért ilyennel kéne rendőrködni. Igen. Na, na ez az a barbershop elvileg. Aha. És itt van a térkép, azt mondta? Vagy mi van itt? Várjál. Úgy volt a levél? Várjál. Elvileg ott kapott Tobitól a térképet, itt hagyta a Verdáját valahol. Aha. Na a Verdáját. Mégse. Ott mégse a tuk-tukra kell tovább mennünk? Nem, hála a jó Isten. Aha. Itt is van a Verda, I see it. Ó, beparkolt, a Tibi nem szokott ide beparkolni. Aha, Tibinek azért van egy izéje. Egy van, na jó. Na mutasd azt a térképet, azt a csoda térképet. Hú, de akkor most mit keresünk? Ezt tudjuk, hogy mit keresünk? Fogalmam sincs még továbbra sem. Igen? Aha. Jézus Mária, ez mi a bánat, ember? Mi a fos az? Az egy térkép részlet. De hogy az valami partszakasznál lesz, az valami... Igen, az valami benyúló sziget. Hol van az? Mm-hmm. Tehát egy ilyen törés valami, és elég egyértelműen van utána még egy darab szigorúan egy ilyen kis fos. Igen, ahogy látom, igen, igen. Jól látom, igen. Csak ez hol van? Az nem lehet az, az sem. Közben, csak hogy... Igen, az időt így mondjad, így van. De miért is ne? Figyelj, szerintem ez meg lesz. Aha. Jó, egy kis segítség. Jó, adjál. Jobb oldalt. Hát igen, ott keresem már 20 percet. Jó. Az korrekt. Akkor szép lassan, türelmesen. Szépen, meg lesz az István, én bízom benned. Ezzel megy az idő el, basszus. Hát igen. Igen. 13.50. Aha. Ez még... Figyelj, innen még mindig meg lehet.
Oké, jobb oldalon nézem, itt ezek nem Kezd el a hiszem. telefont mondjuk akkor, hogyha esetleg úgy. Ennél többet nem segíthetek. Jaj, lehet, hogy tudom, mit szartam el. Megvan, megvan, jó. Igen, mert a szigorúan a partszakaszt kezdtem el. Mi a baj? Igen. Tehát ez szigorúan meg egy a partszakaszt, az meg egy külön szigetem van, igen. De ne kérdezz meg, hogy nem tudnád. Várjál, kaptam egy üzenetet már megint. Na mindegy, áttattam. Ja. A születés közben olvassuk szépen, mint ahogy azt igen. kell. Igen. Újra én, vízbe nem szabad menni, mert ahogy hallottam, tele van cápával, valahol itt megtalálod hozzá a járművet, igyekezz, mert nagyon hiányzik ez a kicsike. Millió puszi. Tehát akkor keresni kell egy járművet, valamiféle vízi alkalmatosságot, I guess. Mennyi az idő? Mennyi idő van még? Még van időd bőven. Hol tartunk? 12-22. Oh, jó van. Ajajajajajaj. Igen, mondom, ezt szartam el, hogy szigorúan a partszakaszt néztem, és nem a szigetről. Tehát nem a szigeteket néztem meg külön, de amint rámentem a külön szigetre, egyből meg is lett. Úgyhogy jó hülye vagyok. De azt a térképet azért csak megnézném, amit a levélen találsz, mert... Persze, hogy odaérünk, megnézzük, csak jussunk oda, egyszer nem tudok egy mindent csinálni. Én azt gondolom, hogy egy kicsit akkor állj félre is, és úgy tekints rá. Itt egy nagyon fontos részlet. Oké. Elképesztően fontos részlet. Jaj, ebben volt ebben egy izé. Mi az? Bizonyám. Igen, mert nem tekertem le, mert vezetés közben néztem. Akkor... Igen. Hát igen. Fú, öcsém. Tehát az alkalmatosság... Igen, az valahol lesz. Van. Ott lesz, ahol... Én csak oda kell menni, az. Csak hogy majd igen. Fú, nem, az alkalmatosság az ott van, ahol a térkép... Ugyanarra beszélünk, igen. Ja, jó. Tök. Olyan ismerős az a kereszteződés amúgy. Igen, az egy elég kultikus kereszteződés, azért mertem ilyenbe megoldani, de hogyha nem találod egy percig, akkor megy egy segítség, amiből már eléggé. Jó, hát figyelj, én arra gondolok, hogy olyan messzire nem lehet a szigettől, mert hogyha... Te nem lehet vízbe menni. Mondjuk lehet, hogy egy helikopter is lehet, attól függetlenül az igaz, de... Na mindegy. Jöhet a segítség. Fogalmam nincs. Megy a segítség. Aha. Na így megvan-e? Annyira fönt lenne. Ja, az annyira fönt van. Aha. Meg is van, bazzeg. Hát totál nem itt kerestem. Úristen, mennyi idő van még? Van még. Figyelj, még 9 perc. Aha. Jól van. Hát a Tibor meg lecserélhetné ezt a szarautóját. Elképzelhető, hogy még a mai nap folyamán jobbat is kapsz, amivel esetleg át lehet ugratni. Elképzelhető, de ez csak egy feltevés. Aha! Hát jól van. Meglátjuk, kedves Samu és István. Kíváncsi leszek én arra. Igen. Ezt így mondtam, hogy én azért csak megnézném azt a térképet, mielőtt elindulok, tehát... Igen, mert ugye az volt, hogy betöltött az új képet, de az alja az már nem volt a képen rajta. Úgyhogy csak úgy olvastam, úgy fél szemmel, hogy mi van. Milyen jó, hogy nem akkor olvastad, amikor odaértünk. Már igen, a cápák ellen nincs menekvés, sajnos. Azaz, olyan. Hát kíváncsi vagyok, és utána azzal, hogy jövök el a szigetről. Hát már ez ha egy jármű van kérdés. Ott, ugye? Ez egy nagyon jó kérdés. Na, jól van akkor. Elképzelhet, hogy egy olyan tárgy, ami esetleg az öletben is elfér. Vagy a hátsó ülésen. 8 perc. Aha. És hogy telt a napja, uram? Jó, köszönöm szépen, de most nem akarok beszélgetni. Rajta vagyok, hogy ezerre koncentrálok. Hogy csikorognak az agytekervények fővilágosításai. Nem, jövünk egy jó állam itt esetleg? Na persze. Szabad utat kérek. 3 másodperc előnyt. Jó, akkor egyet. Azaz.
Na csak hármat kérhet. Jaj, jó, akkor hármat. Gyerünk már. Még itt is keresd. Mennyi időben, hogy vagyok? Mindjárt leválthatod, ne aggódjál. Idő? Idő 7 perc 17. Aha. Azt a kurva. Mi a tököm ez? Haver. Mi van? Lehet, hogy ez lett volna az? Hát... Na várjál. Aha, itt nincs, csak azért megnézem, hogy nem vagyok sutymurák. Mi a fasz? Ember! Húha! Az komcsi. De hogyan raktad azokat az autókat, te mocsok? Hogy kell beszállni? Biztos ezzel megyünk. Persze. Azt a kurva ember, hogy kezd vezetni amúgy? Ez megy? Igazából fingom sincs. Hogy száll fel? Ember. Hát van belső nézet, az megvan? Az komoly lesz. Szerintem ez felső szállam, úgy vágod? Most nyomom a gázt. Hüha. Na? Te milyen vagy, fasz meg? Hoppá. Na. A nyilakkal esetleg, hogyha. Nyilakkal? Hát a numpad. Hát... Igen, próbálok én mindent. Pedig menni fog. Mennie kell. Aha. Csak hát ugye ilyen járművet még nem vezettél. Nem, valóban nem, de ez nem indul el. De el fog indulni. Jó. Na, egy pillanat, vágás, meg akarom nézni, de nekem ment. Jó, én a 7-es nyomom, és a 8-as nyomom, 5-ös nyomom, minden nyomok, W-t. Megy az? Jó van. Melyiket nyomod? V-vel. Milyen V-vel? V és utána a 8-as, azt hiszem. Na várjál. Várjál, visszaülök. Folytatódik az idő. Á, most jó nekem is. Na megy? Igen, nem tudom eddig miért nem volt jó. Azt a kurva ember. Ajaj. Jó, és akkor megvan a cél, hogy hova megyünk ezzel? Úgy nagyjából, aha. Várjál. Jézusom. Azt a kurva. Várjál. Melyik sziget volt, hogy oda megyünk? Igen, oda? Aha. Na gyerünk, ez az! Jó, nézted azt a szigetet, amúgy. Jó, mindegy, most ne szórakozz velem. Nem tudok ennyit egyszerre csinálni. Előrefele megyünk? Igen, igen, előrefele, határozottan. Jó, lassú! Annyi, hogy a városban 80-nal lehet menni. Aha, jó. Ugye, egyszer odaérünk. Van még 4 perc 57 másodpercet, kedves István. 4 perc 57? Most 4 perc 50. Aha, így aha. Van. Jó, hát az jó kevés. Hát figyelj! Tehát figyelj, ja. Addig gyönyörködhetsz itt a tájba, nézd azt a gyönyörű vizet. Látom, valóban gyönyörű. Szép. Valóban szép, te Hindenburg léghajóval. Igen. Atomic Tire and Rubber. Már elkezdem már most az ereszkedést. Igen, szerintem. Opa. Jó lesz az, ne aggódj. Don't worry, child. Azért a pöcsön nem tettem volna oda. Nem, persze. Sok helyre nem. Ajaj. Jó az, ne aggódjál. Jók vagyunk. Jók leszünk? Figyelj, 4 perc, 4 másodperc. Ez jó, még... meg lesz. Uh-huh. Csak jó helyre megyek el, ugye? Hát ezt azért megnézném. Jó helyre, tökéletes, igen. Csak a mind games. Biztos? Persze. Jaj. Aha. És akkor most feljebb szállunk? Vagy nem! Mondjuk most, hogy nézem, igazából lehet át is lehetett volna ott szökkenni. Látod, milyen közel van a part egymáshoz? Jaj, de vicces valaki! Azt a mindenit! Na, hol az a jármű? Jaj, ne! Jaj! Ne, a cápák! Faszom! De keres egy sima partszakaszt. Rendben! Mire ez megfordul, ember? 3 perc 20. Hihetetlen. Igen, gyakorlatilag ott át lehetett. Oda, hova rakjam lesz a nagy dögöt? Hát, szerintem oda, ott van egy kis homokos rész, aha. Látod? Na, hogyha oda...
sikerül. Hogy mozgatják is farkit száj. Aha! Megvan! Megvan, aha. Gyerünk, gyerünk! Jó. Jézusom. Na, fuss már! Jaj! Na! Nézd csak! Hol az idő? Nézd meg erre! Várjál, mindjárt nézem. Mit csinálsz? Nem tudom kilukasztani, megpróbáltam. Jó, persze! 2 perc 34. Ne! Még vondd el a figyelmemet! Följöttem ide! Jó, már fent vagy? Fent vagyok, 2:34? 2:34. Úr, de szűkös lesz! Hova dughattad? Gyerünk! Hova dughattad? Gyerünk István, meg mit? Hát ez az hőlékbalomban nem is láttam amúgy. De nem valami nagy szar lesz, nem vicceltünk azt, hogy elfér ez a zsebembe, meg a tököm tudja. Hát a zsebedben nem, de a kezedben biztosan. Aha. Lenéznék itt a partra. Igen, az a következő elképzelés. Uh-huh. Majd mindjárt. Itt egy bicikli! Ez az mi? Ez az? Itt egy levél, átadom ezt a levelet, parancsolj. Azt én lenéznék a pakkora köcsök, te jó. Ú, de király vagy, ilyesében bicója, végre visszaadhatom neki. Gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a jutalmad. Menj meg nyugodtan egy kört. Kösz Tibi, bazd meg. Igazán cuki vagy. Na, te lehet, ha fel nem szállsz, azt te is tudod, bazd, ki csinálsz. Dehogy nem. Samu. Nem, szavaz. I'm out. Fúj, menj már, nyomjad már. Gyerünk már! Opa! Milyen idő lett hirtelen azt, amit el itt... Ez az! Itt na, hagylak vissza... Ügyes volt, hát figyelj, meg volt. Tehát, hogy... Mennyi idő maradt még hátra, amikor ide hát értem? Hát ilyen 1 perc 20-30, most van 1 perc 0-4, tehát ilyen 1 perc 30 környéke. Nice. És csináltad. Jó volt, megcsináltam! Megcsináltad! Látod, kicsim újra, megcsináltam! Ez az. Let's go. Hát na. Ez a bicikli, ez minden pénzt megért. Minden fáradozást megért ez a kerékpár. Tibornak majd akkor szárizs le, légy oly kedves. Rendben van. Tudod, mit csinálok ezzel a Tibornak? Beleküldöm a vízbe. Parancsoljam. Jöjjön el érte, az kész. Jaj, Istenem. Hát ez komoly volt, Petsik. Jó, leszaradtad. Ja, fullos volt. Ez nem is jó, tudtam, hogy ezt lehet vezetni, ezt a szart. Vagy túl könnyű, de igyekeztem ilyen közteset. Nem, ez kurva jó volt, de nem is tudom, hogy ezt lehet vezetni, ezt a nagy szart amúgy. Én se, mindaddig, amíg meg nem próbáltam. Kurva jó. Na jó, van azért megkeretlek sem, hogy visszavigyél a városba. Persze, csak nem lehet használni. Ja, jó, köszönöm. Hát nyilvánvalóan, majd úszunk szépen a cápák között. Oké. Okay. Na jó, van, srácok! Köszönjük szépen a figyelmet! Reméljük, hogy élveztétek ezt a kincskeresést, hamarosan érkeznek még hasonlóak, meg még komolyabbak is. Még a szerver indulgat, alakulgat, úgyhogy rendben lesz minden. Kösz szépen, Pecsik, hogy itt voltál, nézzétek meg nála is a videót. Szevasztok, srácok! Köszönöm. Szevasztok! Sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá Lukstába! Na csáá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